Sziasztok, üdv mindenkinek a nagy pick-up tesztünkön. Ez a mai adás csak és kizárólag a Hiluxról fog szólni, de valójában három pick-upunk van. Tehát a mai témánk nem más, mint a király. Minden pick-upok királya. Én egy korábbi videóban azt mondtam, hogy az, ami a Mercedes-Benz S-osztálya luxus kategóriának, az a pick-up kategóriának a Hilux. Ez mindent visz. A Toyota annyira magabiztos, hogy fel is írta az oldalára, ide hátulra, ékes betűkkel, jó kis angol nyelven, hogy invincible, azaz legyőzhetetlen. És ide nézzétek, ahol korábban az szerepelt, hogy Toyota, az van felírva, mint egy világ számára üzenetnek, hogy legyőzhetetlen vagyok, haver. Mivel Magyarország a 10 millió pick-up szakértő országa is, ezért nem megyek bele abba, hogy ez így igaz-e, ezt mondjátok el majd ti a komment szekcióba. Én egy kicsit elmondom, hogy mi ez az autó, mit tud, és hogy való-e terepjárásra, és használják-e terepjárásra, ezt megint rátok bízom. Én úgy veszem észre, olyan vidéken élek, ahol egyébként ezek az autók megfordulnak, felénk a gazdák, amikor kimennek, akkor a földúton mennek, arra pedig bármilyen autó alkalmas. Nyilván ilyen körülmények között azért jó, ha van összkerékhajtás rajta, ha pedig a vadászok mennek, akkor sem ilyennel mennek, hanem ennek a 10 évvel ezelőtti lökhárítóitól megszabadított, bütykös gumikkal felszerelt, csörlővel és kiegészítő fényekkel megtűzdött változatával. Jesse, ha elmész vadászni, picsároglak. Gyere vissza! Te most nem vadászol. Te négykerékhajtású kutya. Jesse! Gyere! Gyere! Oké. Szóval, azt már tudjuk, hogy az ilyen autókat egyébként körülbelül fele-fele arányban veszik kvázi szabadidő autós céllal és haszonjárműként. Ez a kínálat teteje. Ez 15 millió forint így, ahogy van, bruttó értéken. Ugye, Kolos? Jól mondom? Közben bólogassál. Köszönöm. Ami azért egy viszonylag sok pénz, de azért ennél lényegesen olcsóbban is bele lehet már ülni a Hiluxba. Mi az, ami az Invincible-t jellemzi? Először is ennek az autónak a motorja a 2.8-as 4 hengeres dízel, 204 lóerő, 500 Nm, egyébként kapható még a 2.4-essel is, ami 150 lóerős, csak az nem az Invincible kivitelben. Így néz ki, hát 500 Nm, meg 204 lóerő valóban minden elég. Nekem az volt a benyomásom elsőre, amikor jöttem-mentem vele, hogy meglepően halk. És ez jó, mert általában a pick-upok azok nem szoktak halkan üzemelni, meglepően halk. Egyébként pedig, ami a gyakorlati részét illeti az autónak, természetesen kapcsolható összkerékhajtás, természetesen kapcsolható felező, és kapcsolható hátsó differenciál zár van benne. Ezek után, az autók után gyakran szoktak kötni vontatványt, 3,5 tonnát tud vontatni a Hilux, és ide a platójára 1 tonna megy föl. Szóval a Toyota Hiluxnak már sok mindent nem kell bizonyítania. Van is ma egy vendégünk, aki a hiteles ember lesz, egy másik adásban vagy egy másik videóban fog majd beszélni is, de azért mutassuk meg, ő Andor. Ő a hiteles ember, már ránézést és látszik, hogy nem csak kedves és joviális fickó, hanem nagy darab is, tehát valószínűleg ért a föld és a gazdálkodók nyelvén is. Igyekszem. És pick-up-pal jársz. Így van. Így köszönjük, van, hogy eljöttél. Ma egy picit még nem fogunk beszélgetni, de te vagy az az ember, aki lecserélte az Isuzu-ját. Így van. Hiluxra. Egy Hiluxra. Oké. Ezt majd egy következő videóban fogjuk nektek megmutatni. Szóval az emberek még az oly megbízható autókból is mennek a Hilux felé, ami egyébként engem elgondolkoztat, hogy valószínűleg a legendaság az beszippantja így a felhasználókat. A Hilux egyébként nem különösebben nagy méretű, ebben a kategóriában teljesen átlagos. Hátul egy picit szűkösebb benne a hely, ez csak azért érdekes, mert egy időben van nálunk a Musso Grand, ami ugye belülről lényegesen nagyobb, és a platója is nagyobb, de hát mégis ez az autó a legenda. Nézzünk szét belül, mert a csúcsváltozatot elég gazdagon feldíszítették.
Szóval a legyőzhetetlen legenda tovább finomodik. 204 lóerővel, 500 Nm-rel, ugye a hajtáslánca a már korábbról is ismert, rendszerű, megbízható. És belül a személyautós világ felé igyekszik menni a csúcsváltozat, nyilván azért, mert egyre többen választják ugye SUV-k helyett, de ezt mindig elmondom, hogy ezek az autók valójában teherautók, tehát alvázasak, laprugósak. Picit kelletlenek még akkor is, hogyha van bennük ennyi erő, azért ez nem tud kiváltani egy teljes értékű SUV-t, viszont az ilyen vegyes használatra kifejezetten jó. Előttem pedig ez egy nagyon normális, modern személyautósnak is mondható környezet. Ezeket ismerjük a Toyota személyautóiból, a kormány is gazdag, szép, gombokkal teli, a műszerfal is az, úgyhogy ez egy jól sikerült dolog. Gombokkal, a hajtás kapcsolóival, lejtmenetvezérlővel, ülésfűtéssel, differenciázárral és automatikus váltóművel. Jó ez így, ahogy van. Valójában azt gondolom, hogy az ilyen autókat azért veszik, mert úgy a mindennap beülnek, és így a gondtalanságot keresik a felhasználók. És egész biztos vagyok benne, hogy egyébként ezek a Toyoták ilyenek is. Nyilván ez a legendának az alapja. Ezért is meri a Toyota ilyen nagybetűkkel legyőzhetetlennek hívni a saját autóját. És jól van ez így, legyenek is magabiztosak. Ezt nézd meg, elektromos állítású ülés. Automata D-be húzva, 4x4 bekapcsolva. Ugye érződik, érzette is, ugye, hogy az alvázas konstrukció, hát ilyen terepjárásra ezek a konstrukciók azért lényegesen jobbak, nagyon masszív szerkezet. Laprugóval hátul, ami nem segíti a komfortos utazást, viszont cserébe terhelhető a hátulja. Nagyon jó ez a környezet, tehát aki mondjuk azért veszi az autóját, hogy alapvetően spóroljon egy áfát, hisz ugye cégként visszaigényelheti, az meg tud érkezni abba a világba, hogy neki egy bőrüléses, motoros, ülésállításos, ülésfűtéssel ellátott, radaros tempomattal megtűzdelt és hatalmas érintő kijelzővel rendelkező autója van, pont úgy, mint hogyha RAV4-et vezetne. Szóval ebben a világban azért így el lehet lenni. Azért hozzáteszem, mint amit mindig elmondok, ezek az autók valójában terepjárásra, vagy ilyen zordabb körülményekre valók. A terepjárás, azt értsük a helyesen, tehát földút, meg ilyen saras környék, tehát vidéki környezetbe valóak. A városban nem fogsz vele boldog lenni, még akkor sem, ha a hegyvidékkel laksz. Egész egyszerűen ezek az autók nem arra vannak optimalizálva. Hak, szépen vált, jól megy, tényleg nincs vele gond. Ez egy olyan klasszikus értékekkel bíró Toyota, ami szerintem ezt a márkát egyszer nagyjátette. Megbízható, jó minőségű, nincs benne semmi öncélú baromság, teszi a dolgát, és valószínűleg tenni is fogja még sok-sok éven keresztül. Úgyhogy ez az új Hilux Invincible, szuper jó kis autó, Gilbertnek tetszenek ezek a munkaeszközök, ugye? Ő szívesen beleülne egy ilyenbe, hát majd nem látjuk. Köszönjük, hogy itt voltatok, a Sámán most búcsúzik, kövessetek be, légy szíves, YouTube-on, Instán, Facebookon és minden egyéb fórumon, jövünk még vissza hasonló tartalmakkal, Gilberto és a Sámán búcsúzik, szevasztok, aloha!